Itt a nyár, és ha megérkezett a nyár, nem csak az iskolai év végződik, hanem a színházi évad is befejeződik. Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, és üdvözlöm mai vendégeimet, Besenyei Gedő Istvánt, a Haraggyőr Társulat művészeti igazgatóját, valamint Besenyei Istvánt, az évadzáró gála rendezőjét. Rendező úr, milyen fázisban van jelenleg az évadzáró gála? Hát most még eléggé kezdetleges fázisban vagyunk, ez azt jelenti egy ilyen gyűjtögető fázis. Az évad összetétele ugyanis úgy alakul ki, hogy a színészeket felkérjük, hogy ki valami kedvenc, szívéhez közel álló anyaggal jelentkezzen. Persze a gyűjtögetés az úgy értendő, hogy a színészeknek külön-külön megvan az anyaguk, sőt több is a kelleténél, de most kezdjük össze rakosgatni, hangolni az előadás különböző elemeit, mert ilyenkor több anyag össze szokott gyűlni, mint amennyi beleférne egy normális időtartamú előadásba, és hát a különböző szempontok szerint, tehát az előadás összessége vagy összhangja szempontjából válogatjuk össze a jelenetecskéket, vagy a dalokat, amikkel a színészek jelentkeznek. Tehát most itt tartunk, hogy ezt kezdjük felmérni, hogy kinek mi van a tarsójában. Ezek szerint az idei évadzáró gála is egy varieté műsor lesz. A tavalyhoz hasonlóan, mert én több szempontból szeretem az ilyen fajta gálát, viszonylag kevés munkával, tehát kevés plusz munkával hozható össze, mert a színészek hozzák a kész kis anyagrészecskéjüket. Ez az egyik. A másik az, hogy a színészek is szeretik, mert ki olyan dologgal állhat a színpadra, ami szívéhez közel áll, mert hát ő választotta. Ugyanakkor a közönség is értékeli ezt, mert valahogy ez érződik, és a közönségnek úgy tetszik, hogy a színész az úgy jól érzi magát abban a pillanatban a színpadon is, és nem szenved, nincs annyira verejtékszaga, inkább szórakozás jellege van egy kicsit a színész számára is. Egy vidám jellegű összeállítás lesz. Hát így van, mint ahogy az általában lenni szokott. Ugye én gyakran elmondom, hogy itt Szatmáron alapvetően ezt a két fontos hagyományt be kell tartani, tiszteletben kell tartani. Ez általában ugye a szilveszteri és az évadzáró gála. Ezt, hogy úgy mondjam, elvárja a közönség tőlünk. És hát mi igyekszünk is ezt az igényt kielégíteni. Ilyenkor valóban mindig vidám műfajú. Hát mondjuk az az igazság, hogy az évadzáró egy picit másabb ebből a szempontból, ide belefér egy komolyabb vers is adott esetben, vagy egy súlyosabb mondani valójú megnyilvánulás, monológ, próza, bármi, de azért dominánsan, természetesen itt is a vidám műfajok szoktak, vagy általában azok a meghatározóak, azok fogják, hogy úgy mondjam, dominálni az előadásnak az össz stílusát. És hát persze a varieté jelleg, amit általában valamilyen konferálással köt össze egy-két kolléga. És valóban, ugye csatlakoznék az előttem szólóhoz abban, hogy ez egy olyan, azért is fontos pillanat főleg a színészek számára ebben az évadban, mint ahogy minden évadban általában, mert egyéni megmutatkozásra van lehetőség. Ugye minden társulatban évadonként változik, hogy ki hány nagyobb, kisebb, ilyen-olyan szerepet játszhat el. Az is előfordul, hogyha van olyan főszerep is, ami nem áll igazán közel az ember szívéhez, de azt meg kell csinálni, mert hiszen ez is egy szakma. Szóval nem is csak a szerep nagyságától függ, hanem valóban arról van itt szó, hogy maga választhatja meg, hogy mivel lép, persze bizonyos keretek között, hiszen van egy szerkesztési elv, amit a rendező, szerkesztő dönt el, határoz meg, de azért ezeken a kereteken belül eléggé szabadon választhat egyrészt magának műfajt, szöveget, dalt, bármilyen megnyilatkozási formát a színész, és másrészt
valóban abban a hálás helyzetbe kerül, hogy csak és kizárólag rá irányul, hogy úgy mondjam, a reflektorfény, vagy a nézői figyelem, ami nem föltétlenül adatik meg egy évadban, mert hiszen minden társadalom belül van egyfajta hierarchia, ez még ha változó is, azért adott esetben előfordulhat, hogy valaki egy évadon keresztül nem jut elég figyelemhez, vagy legalábbis úgy érzi, akkor annak ez egy kifejezetten jó alkalom, hogy megmutassa, mit tud. Hogyha nagyobb választékkal jelentkeznek a színészek, preferenciálisan a rendező általában az évadban játszott darabokból válogat? Ha esetleg ilyesmi is előfordul a repertoárban? Hát nem feltétlenül, de nem kizáró ok. Az évadból elő szoktunk szedni, főleg a vidám, vagy a szilveszteri előadásokból elő szoktunk szedni motivumokat, dalokat, de semmiképp se törekszünk arra, hogy ismétlés történjen, tehát hogy önmagunkat ismételjük. Ezért szívesebben veszem azt, hogyha valaki valami új anyaggal jön. Esetleg, ha már az évadra reflektál, akkor az valahogy másképp, mondjuk egy színházi pillanatnak a paródiájával, vagy valami ilyesmivel szoktunk még kísérletezni. De hát ezt mindig a pillanat dönti el, és az ihlet, hogy a színészeket milyen ihlet szállja meg. Igen, ezt el kell mondani egyébként, hogy így alapvetően, hogyha visszanézünk az elmúlt évadokra, nagyjából kétféle évadzáró struktúrát lehet elképzelni, évadzáró gála struktúrát. Az egyik az alapvetően paródiákra épül, tehát úgy is lehet évadzáró gálát létrehozni, hogy az tulajdonképpen az évadnak egy vicces foglalata, tehát mindennek a kifordítása, mindennek a paródiája. Azt el kell mondani, hogy ennek van egy nagyon nagy kockázata, ugyanis csak azoknak a számára érthető és izgalmas, akik valóban mindent láttak az évadban. Egyfelől, másfelől pedig sokkal több munkát és próbát igényel. Míg a varietészerű struktúrája egy évadzáró gálának, amilyet most is láthatnak, az alapvetően mindenki számára érthető, akkor is, hogyha nem föltétlenül látott minden előadást, tehát nem egyfajta benfentes összekacsintás, hanem bárki betévedhet az utcáról, és szeretettel várjuk is, hogy betévedjen, és érteni fogja, élvezni fogja ezt az összeállítást. Másfelől pedig, ugye, amint elmondtuk, az egyéni megnyilatkozások szempontjából lehet fontos értéke a színészek számára is, hiszen tényleg azt hiszem ez az egyetlen olyan pillanat, amikor egy évad egész struktúrájában, amikor a színész valóban azt és úgy mutathatja meg, amit szeretne és ahogyan szeretné. Hozzávetőleg mennyi időbe fognak telni a próbák? Hát mondhatjuk úgy, hogy ma kezdtük el a próbákat, és tehát jövő hét csütörtökön lesz a bemutató, tehát egy bő hét, igen. De nem olyan megfeszített és megerőltető próbák ezek. Ez alatt, a hét alatt nyilván, hogy főleg ezeket az kiki, tehát ilyen egyéni foglalkozásukon a saját kis gyöngyszemét kell csiszolgassa, tehát kell ugye az énekeket próbálni, a zenekart összehangolni az énekessel, akkor a jeleneteket megnézegetni, hogy az külső szemmel az milyennek ítéltetik meg, és persze szalonképessé tenni őket, tehát ilyen kis apró kövecskékből rakódik össze a dolog, és ezeket külön-külön próbálgatjuk. És mondhatni azt is, hogy nem csak a rögzített próba szakaszokban, hanem reggeltől estig ki, hol éri, ki kivel, mikor van idő összeülni, Manfredival ugye a zenét tanulni, meg... És akkor a tulajdonképpeni próbák azok már valahol az összességet próbálják körvonalazni, és a dolgokat a végeredmény felé terelni. Igen, tehát úgy kell elképzelni valójában egy ilyen jellegű évadzáró gálát, mint egy jéghegyet, aminek a csúcsát látjuk, de a mélyben ugye a vízszint alatt sokkal több van, mert hogy először is ugye minden színésznek van egy saját repertoárja. Én azt hiszem, hogy nincs olyan színész, akinek ne lenne a repertoárján jó néhány vers, dal, akár kisebb jelenetecskék, amiket tud, és ebből a repertoárból választ ő maga párat, majd miután
kiválasztotta ő az ajánlatait, azután ezt letisztítja a rendező, szerkesztő, azt mondja, hogy ebből belefér ez, meg ez, ez pedig nem. És ezután indul el egy tulajdonképpen hármas felkészülési folyamat. Az egyik ugye, és ez nagyon fontos, az egyéni felkészülés. Mert hogy a színész önmaga is otthon dolgozik egyedül, egyénileg a szövegével, vagy dalával, vagy jelenetecskéjével. Emellett ugye énekpróbák zajlanak, és aztán ennek a letisztulása majd az, amikor ott élesben a színpadon a rendező ezeket egymás mellé szerkeszti, esetleg újra átértékeli, hogy minek hol a helye egy egész struktúrán belül, mert hiszen ugye ez egy bonyolultabb struktúra, időnként meg is kell szakítani az előadást, mert hogy díjátadások történnek, amit általában nagyon várnak a kollégák és a nézők is. Úgyhogy hát igen, ez egy ilyen színes, nem föltétlenül színház, de olyan értelemben nem színházi műfaj, hogy nem egy előadás, tehát hogy nem egy arisztotelészi értelemben vett előadás, ugye nincs eleje, közepe és vége, hanem csak eleje is vége. Csak eleje is vége, kis sziporkák, szilánkok, különböző kis jelenetecskék, tehát ebből tevődik össze egy ilyen gála. Besenyei úr már elég sok gálát rendezett. Volt már olyan, hogy ragaszkodtak a színészek egy bizonyos jelenethez, egy bizonyos dalhoz, és az nem kerülhetett be a műsorba. Volt. Hát a színészek általában ragaszkodnak a felterjesztett anyagukhoz, mert nem véletlenül terjesztik fel. Azt ők szeretik, az valahogy benne van a repertoárjukban. És nem örülnek neki, ha kimarad. Viszont az se lehetséges, hogy mindenben maradjon, mert ugye ha minden színész csak 10 perces anyaggal jelentkezik, már pedig annyival jelentkezik, ha ezt beszorozzuk, ugye 20-valamennyivel hányan vagyunk, akkor az nagyon sok idő. Plusz még a technikai szünetek, amikor a díjátadások történnek, tehát kénytelenek vagyunk alávetni magunkat a rendezői, szerkesztői szigornak, miszerint az idő szorítása miatt nyilván nem fér bele mindent. És ebből azért nincs harag, bár mondom, nem örül a színésznek, hogyha valami javaslata kimarad, de hát ez van. Hát meg ugye tematikailag is ezt azért valamennyire össze kell szerkeszteni, felügyelni kell. Igen. A színházban egy közhelyszámba megy már az, hogy a külső szem nélkül nem készülhet semmi. Tehát az ember saját magát kívülről nem látja, úgyhogy valakinek ülni kell a nézőtéren, és azt mondani, hogy ennek van helye, ennek meg nincsen helye. Ez ebben az esetben sincs másként. Tehát még egy évadzáró gálának is, ami bármennyire is egyéni kezdeményezésekből áll össze, szüksége van egy szerkesztőre, rendezőre, egy külső szemre, aki azt mondja, hogy ez igen, ez nem, vagy ez igen, de nem így. Szóval ez egy nélkülözhetetlen eleme bármilyen színpadi megmozdulásnak, legyen az akár kabaré, akár varieté, akármi. Idén is besegítenek a nézők eldönteni a bizonyos díjak. Így van, már ítélését. Így van, már egy ideje szavaznak a nézők, tehát különböző előadásokon a szavazólapokat szétosztjuk, úgyhogy idén is lesznek közönségdíjak is, ugyanabban a három kategóriában, amiben eddig is, tehát komikus színész, drámai színész és epizódista kategóriában. Ezek lesznek tehát a közönségdíjak, és emellett a szakmai díjainkat is tovább visszük azzal a különbséggel, hogy például van, amit elnevezünk most ettől az évattól, ilyen például a műszaki díjunk, ami ugye az időközben tragikus módon távozott Angyalka, Angel József ügyelő nevét fogja viselni idén, tehát most már Angyalka díjat fogunk kiosztani a műszaki személyzetnek. Ezeknek a díjaknak általában anyagi vonzata is van, vagy inkább az erkölcsi megbecsülésre vonatkozik? Mindig az erkölcsi vonzata az erősebb, de mindegyik jár természetesen valamilyen kisebb-nagyobb összeggel. Ez sokszor attól is függ, hogy hogyan állunk anyagilag, illetve hogy mennyi szponzort sikerült találni és bevonzani ezekre a díjakra. Általában ugye vannak nagy szponzoraink, és a két legfontosabb díjunkat azt hagyományosan ők szokták
biztosítani, de vannak kisebb támogatók is, van olyan, hogy egy-egy díjra valaki felajánlást tesz, és akkor így oldjuk meg, illetve az évadzáró gálának magának a bevételeit is arra használjuk fel, hogy ezeket a díjakat valahogy meg tudjuk finanszírozni. Vidáman, de milyen évadot zár a Haraggyőrt társulat? Hát először is én, ha egy jelzőt kellene mondanom, azt mondanám, hogy mozgalmasat. Mozgalmasat és elég sűrűt, de remélem, hogy jót is egyben. Ezt igazából nem az én tisztem eldönteni. Azt gondolom, hogy minden néző a maga számára kialakít egy véleményt, és én csak bízhatok benne, hogy ez a vélemény pozitív az évadunkról. Én a magam részéről elégedett vagyok a társulat munkájával. Sokszor nem könnyű helyzetben születtek az előadások, azt csak mi tudjuk, hogy mit jelent néha ebben a kultúrházi közegben, sokszor besűrösödő programok mellett, mert hogy rengeteg rendezvény zajlik rajtunk kívül, a mi saját előadásainkon kívül abban a térben, ami néha hatalmas torlódásokat tud okozni a havi műsorunkban. Szóval, hogy megfeszített tempóban nem mindig egyszerű körülmények között, de én azt hiszem, hogy ha én a saját magam számára értékelnem kell az évadot, azt hiszem, hogy értékes és figyelemre méltó előadások születtek. Aztán a többit azt nyilván mindenki eldönti maga, hogy hogyan értékeli. Minden esetre én a társulat munkájával és a meghívott rendezők munkájával is elégedett vagyok. Rendező és színészként hogy látja ezt az adminisztrációs folyamatot? Nehéz volt az évad, vagy átlagos? Hát végül is azt mondanám inkább, hogy nehéz volt. Nehéz volt. Ezt lehet azért is, mert sokat vállalok. De a kihívás is. Valahogy nem tudom, ennek az évadnak nagyobb volt a tétje, mint a régebbi időkben egy-egy évadnak. Sokkal több mindent játszottunk, sok szokatlan dolgot próbáltunk ki. Vendégjátékok, bérletcserék, tehát nagyon szokatlanul mozgalmas évad volt. Persze ez hát nem könnyű, de ugyanakkor ez így van rendjén. Tehát nekünk az a jó, ha minél több minden történik, és ugye az évadban minél több mindent tudunk beépíteni, minél több mindent tudunk felmutatni. Ezt így előadásra is értem, és persze értem lebontva a színészre is, hogy mint színész mi mindent tudok magam megvalósítani abban az évadban. Nézőként én azt gondolnám, hogy például a bérletcsere, például az, hogy más társulat játszik itt bérletes előadásokat, az valamennyiben felszabadítja a színházat, az itteni színészeket, és könnyít a dolgukon. Ez látszólag van így, valójában nem így van, mert hiszen ahogy a neve is mutatja, a bérletcsere az egy csere. Ugyanazt le kell játszanunk nekünk is vendégségben, amit mi vendégül láttunk, tehát úgy értve, hogy ugyanazt a mennyiségű előadást játsszuk, mondjuk teszem azt Debrecenben, ha Debrecennel cserélünk bérletet, akkor ott ugye ebben a konkrét esetben 7 darab előadást cseréltünk, és ez azt jelenti, hogy nekünk is 7 darab előadást kellett lejátszanunk a debreceni színház számára, a debreceni közönség számára abban az évadban. Úgyhogy nem föltétlenül könnyebbség, de mindenképpen tanulságos. Jár egyfajta kimozdulással, egyfajta tapasztalatcserével, és hát ezt most így utólag be kell vallanom, hogy ez egy, tehát hogy nem be kell vallanom, hiszen elmondtam az évad elején is, hogy ez egy komoly szándékom, hogy a társulatot kimozdítsam, még inkább kimozdítsam Szatmárról, megmutassam más városok szakmai és nem szakmai közönsége előtt, és azt hiszem, hogy ez egyike azon céljaimnak, amit sikerült elérni. Olyan is van, amit kevésbé sikerült, tehát egyébként nyilván ez az izgalmas ebben a munkában, hogy mindig marad még teljesíteni való, de ez például azok egyike, amit szerencsére sikerült elérni. Azt hiszem, hogy sokkal több helyen tudtunk megfordulni, mint az elmúlt évadok során, úgy fesztiválok keretében, mint cserék keretében. Például a Magyar Fővárosban
évek óta nem jutottunk el, és most elég szépen szerepeltünk ott több alkalommal is. Tehát egyszer a József Attila Színházban, akkor két előadással, akkor a Ludas Matyi is műsoron volt, és az Antigone, utána pedig a határon túli színházak szemléjén, a Thália Színházban, szintén két előadással, mert akkor a Dzsida Est volt a műsoron, ugye Bogdán Zsoltnak a Szudicki István által szerkesztett egyéni estje, és szintén az Antigone volt a versenyprogramban, vagyis nem verseny, a programban, mert ugye ez nem verseny, hanem szemle. De elmentünk ugye, amint mondtam, Debrecenbe is hét alkalommal, illetve most készülünk Kisvárdára, a fesztiválra, és itt is elég szépen több előadással is meg tudunk jelenni. Azt hiszem, hogy ezek fontos dolgok. Emellett persze folytattuk a váradi együttműködést, Váradon kétszer szerepeltünk, és nem árulok el talán titkot, hogyha azt mondom, ennél többet nem is mondok, de azért ennyit elárulok, hogy a következő évadban ezt én még inkább szeretném szélesíteni, tehát ez egy olyan tudatos irány, amit a továbbiakban is szeretnék felvállalni, és amennyiben lehet még hangsúlyosabbá tenni a társulat életében, mert miközben nekünk nagyon fontos az, hogy egy város, és nem csak egy város, egy egész régió egyetlen magyar színháza vagyunk, aközben az is nagyon fontos, hogy párbeszédben álljunk más színházakkal, lássuk mások munkáját, mások megismerjenek bennünket, tehát magyarán bekerüljünk a vérkeringésbe. A Váradi Színházzal igen jó az együttműködés, ez szemmel látható. Van-e helyi színház, illetve erdélyi színház, amelyikkel még hasonlóan jól együttműködnek? Hát hasonló talán nincsen. Ugye a földrajzi közelség is indokolja, illetve egyszerűen a történeti hagyományai. Én azt hiszem, hogy ez hosszú évtizedekre visszamenő együttműködés, talán még a múlt rendszerben is így volt. Valahogy értelemszerűen adta magát a dolog, gondolom én. Nem is tudnám megmondani, hogy hol kezdődött. Tehát a Váradi Színházzal az együttműködés az egy külön fejezet, ennek igazán nagyon nagy hagyományai vannak. De természetesen volt rá példa az elmúlt évadokban, 3-4 évvel ezelőtt volt arra is példa, hogy Szentgyörggyel volt hasonló együttműködés, volt Kolozsvárral együttműködés, 3 évvel ezelőtt volt az első együttműködés Debrecennel, de az akkor még egyoldalú volt, akkor csak mi mentünk Debrecenbe játszani. Most sikerült elérni azt is, hogy a debreceni színházat a szatmári nézők megtekinthessék, azt hiszem ez nagyon fontos. És hát természetesen van egy szintén évekre visszanyúló, talán nem annyira régi, mint a Nagyváradi, de azért egy nagy hagyományokra visszatekintő együttműködés Nyíregyházával is, mert hiszen ott még az elődöm, aki itt ül mellettem, kötött egy keretszerződést is a Nyíregyházi Színházvezetéssel, amit az új színházvezetéssel tovább szeretnénk vinni. Erről már folytattunk tárgyalásokat, tehát a nyíregyházi együttműködési hagyományokat is vinnénk tovább, illetve hát amennyiben erre lehetőségünk van, a főváros felé is tovább nyitnánk. A gálának az idén két előadása lesz. Igen, mert Nagybányán is bemutatjuk a nagybányai közönségnek. Hát ennek technikai okai vannak, de régi elképzelés már tulajdonképpen az, hogy a gálát a nem is évadzáró gálaként, de valamilyen formában megmutatni azokon a helyeken, ahol bérleteseink vannak. És hát ilyen formán egy fél lépés történik ebbe az irányba most Nagybányán. Én úgy gondolom, hogy a jövőben nem ártana ezt úgy megtartani, hogy kényszer vagy nem kényszer, de mindenképp azokon a helyeken, ahol a bérleteseink vannak, ott a gálát valamilyen formában megismételni, megmutatni nekik is. A valamilyen formában azt gondolom, hogy a technikai részletekre is vonatkozik, mivel hogy másak a lehetőségek, másak a viszonyok, kisebbek a színpadok, feltételezem, hogy részben át kell dolgozni.
Igen, de hát ez minden előadásra érvényes, ez nem gond, tehát ha bérleteseink vannak, akkor azt jelenti, hogy több előadást elviszünk oda, és a nagyobb fejtörés olyankor van, amikor egy színházi előadást az ilyen-olyan díszletével együtt át kell telepíteni egy másik színpadra. Ennek ilyen értelemben ezzel van a legkisebb gond, mert ez egy nagyon rugalmas előadás. Itt, amikor technikai problémákra utaltam, hát tulajdonképpen arra utaltam, hogy Nagybányára nem tudunk elvinni minden megígért előadásunkat. Ezt gondolom elmondhatom, bár nem az én asztalom, de ez nem a mi hibánk. Tehát Nagybányán olyan későre tudtuk elkezdeni a bérletezést, hogy már egy negyed év eltelt az évadból, és emiatt kicsúsztunk a korlátok közül, ráadásul az utolsó egyik előadásunk lehetőségétől pont ők fosztottak meg, mert hogy a színháztermet lefoglalták valakik, akik nem tudom, valami gyűlés, párgyűlés, mi volt, nem tudom. Nem muszáj ennyire belemenni a részletekbe. A lényeg, hogy valóban Nagybányán egy kicsit, egyrészt kicsúsztunk az időből, de ez valóban a bérletezés miatt történt. Másrészt pedig az eredeti szándékunk egy másfajta műsorváltoztatás volt, egy előadást vittünk volna el oda, azt is megmondhatom, mert nem olyan nagy titok, hogy mit, az Antigónét, ami sajnos hát betegség okán nem valósulhat most meg, ezért elmarad, és hirtelen meg kellett oldani ezt a helyzetet. Nyilván a nagybányai nézőket nem szerettük volna előadás nélkül hagyni, és akkor született ez a megoldás, hogy akkor vigyük el a gálát. De ha már elvisszük a gálát, akkor hogy ennek értelme is legyen, meg is szavaztattuk a nagybányai közönséget, úgyhogy ott is át fogunk adni egy közönségdíjat. Ilyen módon végül is akkor talán tartalommal is sikerült feltölteni ezt a kényszer megoldást. Ott is lesz díjátadás, és a nagybányai közönség kedvenceit, egy színészt és egy színésznőt ott helyben fogunk díjazni a közönség előtt. Összehasonlítva a tavalyi gálával, előreláthatólag milyen lesz az idei? Hát szerintem olyan szerű, mint a tavalyi. Sokkal jobb lesz, sokkal jobb lesz. Színészeink rengeteget fejlődtek egy év alatt, önmagukhoz képest is, úgyhogy minden tekintetben jobb lesz. Ha nem is jobb, de vidámabb. Általában minden szilveszterkor, minden gálán van valami kis különös szokás, ami a Harag György társulatra vonatkozik. Szilveszterkor a kocintás a nézők egészségére, lesz-e az idén zsíros kenyér hát a gála végén? Évazáró gálán viszont a zsíros kenyér dukál. Én nagyon remélem, hogy lesz rá anyagi keret. Lesz. Természetesen az elmaradhatatlan zsíros kenyér és a bor, ez most is vele járni lesz a gálának. Hogyha nagyobb fesztiválokra nem is jut Szatmáron, de azért még egy szelet zsíros kenyérre arra talán még ki tudjuk gazdálkodni, igen. Az idén szervez a Harag György társulat valamilyen fesztivált, valamilyen színházi találkozót? Hát én szerintem... Mivel hogy a sorompó nélkül az, ha jól értettem, idén is elmarad. Igen, igen, jól értetted. Valóban az a helyzet, hogy számomra beláthatatlan időre a sorompók nélkül fel lett függesztve, hogy úgy mondjam, soha nem lett kimondva, hogy ez a fesztivál nem lesz folytatva, vagy örökre megszakad ennek a hagyománya. Különböző gyakorlati okokra hivatkozva sajnos most már évek óta tolódik a fesztivál, mindig majd legközelebb lesz, aztán a legközelebbből sem nagyon szokott lenni semmi. Ez a helyzet, szegényebbek lettünk egy fesztivállal, egy nagyon fontos kulturális eseménnyel. És igen, csak közkedvelt eseménnyel. És valóban egy nagyon látogatott eseménnyel. Ez a város szegénysége, amit mi a magunk módján megpróbálunk pótolni. És más módon nem tudjuk pótolni, mint hogy
az anyagi lehetőségeinkhez mérten, bérletcserében, az évad folyamán, apránként megpróbálunk itt megjeleníteni más színházakat. De hát ez természetesen egy fesztivállal összevetve, hát egy nagyon, nagyon sovány valami, vagy egy nagyon sovány vigasz, de a magunk részéről ennyit tudunk tenni, illetve reménykedünk, hogy talán egyszer jövőre mondjuk lesz fesztivál. Nagyon-nagyon fontos lenne, azt gondolom, mert a szatmári közönség az egy ilyen fesztivál keretében rengeteg olyan előadást láthat évről évre, vagy láthatott, most már bármennyire fáj is, de ezt múlt időbe kell mondanom, amire máskülönben nem valószínű, hogy eljutott volna. Ezt egy kicsit a városunk szellemi szegénységére. Igen, róhatjuk, igen. Sajnos. Sajnos, igen. A rendező úr, mikor lesznek a gála előadások? Jövő héten csütörtökön, azaz 25-én lesz itt Szatváron, este 7 órakor, és rákövetkező nap, pénteken, 26-án Nagybányán mutatjuk be a gála műsorunkat. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk. Sketch csinálónak a gála műsorhoz mi készültünk egy kis filmmel, a tavalyi gála műsorból. Ezt megkérjük kollégáinkat, játsszák be. Köszönöm, hogy itt voltak. Kedves nézőknek köszönjük a figyelmet. Jó szórakozást kívánunk a filmbejátszáshoz. A viszontlátásra. Kívánunk. Szeretettel köszöntjük Önöket, Gálágnes! És Nagy Orbán! 60. ünnepi évadunk gála műsorán. Reméljük, mindenki talál egy dalt, egy verset, egy prózát, esetleg egy jelenetet, amit szívében, lelkében hazavihet. Előlem valaki útra vág, és én utána néztem. Jól van, hát menjen, tűnjön el az én. Jobbik részem, először úgy tűnt semmi sem, változott azzal, hogy hirtelen, fogta magát a hűtelen, s útra vált belőlem a jobbik részem. És akkor jöjjenek a díjak.
amelyeket szintén a nézők szavazatai alapján fogunk most kiosztani, 200 leértékben 6 kategóriában. Önök szerint, kedves közönségünk szerint, a nézők szavazatai szerint az évad legjobb komikus színésze Péter Attila Zsolt. Színésztője kategóriában a közönség Kovács Nikolettnek szavazott díjat. Nem más, mint Robert Vence Gábor. Drámai színésztőjének szavazott kolléganő sajnálatos családi okokból nem veheti át most a díjat, és nem lehet itt velünk ma este, de azért nagy tapsot kérnék neki, Lőrinc Ágnes. Kérdésre is válasz a konferenciáknak, Nagy Orbán! Az évad legjobb epizód színésznője, Lackó Tekla. Legidegesítőbb nézőtípusokat, de persze mindez csak nézői szempontból.
előre bocsátom az örök érvényű aranyszabályt, hogy a jelenlévők mindig kivétel. A barátkozó. Barátkozó különösen veszélyes rajta, színházba egyedül jár, de nem szereti a magát. Így másokhoz csapul. Megszólít, haverkodik, faggat, mesél, és egyszer csak azt veszük észre, hogy hazafelé vár a taxinban ül, és a sofőrnek magyarázza, hogy mely utcán kell balra fordulni. Ha nem vigyázunk, megszerzi a telefonszámunkat, és tejára is átkozik. A laza. A laza néző általában a fiatal értelmiségiek között lelhető fel. Ő akkora entelektus, hogy szakadt farmerben, vietnámi kapusban, és színét vesztett sötét pólóban érkeznek. A széken lecsúszva ülnek, vagy épp a földön fekszenek állójegyükkel. Azt üzeni, nekik a színház látogatás nem ünnep, csak egy program, ahová be lehet esni. A laza nem tas, hiszen az ilyesmi nem összeegyezhető a nonkonformizmusával. A sietős. Ő az, aki kapunyításkor elsőként lép a nézőtérre, a ruhatárossal pedig megbeszéli, hogy hazafelé tegye ki neki a pultra a kabát. Ha mégsem tudja lezsírozni, hogy taps kezdetekor a széksorokon átmászva siet, hogy bilétájával kiválthassa azt. Sorban állásra, genetikailag alkalmat. Másik irányból támad, és a ruhajegyet teleszkópos kézzel nyújtja be a ruhatáros arcáig, hogy annak ne legyen esélye másra szolgálni. A kommentáló. A színházban. Kommentáló mellett ülünk, az esténk menthetetlenül el van partázva. Ez a nézőtípus saját lakásában a tévé előtt alakul ki, és a színházi sorok között ér a csúcs. Kommentáló hangosan véleményezi a színpadon történteket, odáig betemedik, hogy vígjátékokban kitalálja, mi lesz a poén, és meg is osztja a társaságát. A késő. Kevés előadás eleje tud élvezhető lenni, hiszen nincs közönség késő nélkül. Az ilyen típusú néző látszólag életében először szembesül a városi forgalommal. Fel van háborodva, hogy a körülmények ellene dolgoznak, pedig csak elő kellett volna elindulnia. A késő jegye mindig a sor közepére szól. Néha a bocsánat kéréssel próbálja csökkenteni a felháborodásunkat, de ettől csak még kevésbé halljuk, ami a színpadon történik. A száműzött. A száműzött néző a jegypénztár húzza létre. Akkor születik meg, amikor csak úgy tud egy párnak vagy két barátnőnek jegyet adni, hogy székeiket sorok, sőt, olykor szintek választják el. Ám ők a körülmények ellenére is közös élményt akarnak. A szünetben az egyik épp a te helyeden ül, hogy cselekedjen társával, de egész sorokat is képes átüvöltek. Időként az előadás alatt is egymást figyelik a száműzöttek, ki hátra fordul, ki előre hajol, próbálnak összenézni, de nem tudnak. Ettől idegesek lesznek, mi nem különbözünk.